Vannak emberek, akik aggódnak, görcsölnek azon, amin nem tudnak változtatni. A tudatos, reziliens emberek tudatosan használják energiájukat. Abba fektetnek időt, energiát, amin lehet változtatni. Vajon észrevesszük-e azt, hogy hogyan gondolkozunk? Az önismeretnek az egyik első lépcsőfoka az, hogy felismerem azt, hogy miként gondolkodom, és hogy a saját gondolataim hogyan hatnak érzelmeimre, és ezáltal viselkedésemre, életemre, kapcsolataimra. Hisz aki egészségesen, optimistán tud gondolkozni, és úgy tudja megmagyarázni az eseményeket, az már valahol reziliens, ellenálló, szívós, rugalmas.